Ilyen kitüntetéseket vehettek át tavaly a szakma legkiválóbb tanulói. Először a megyei fordulókon kell nagyon jól teljesíteni ahhoz, hogy eljuthassanak a diákok a Szakma Sztár Fesztiválra Budapestre. A fővárosi döntő zsűriét nehéz meggyőzni, viszont aki már az országos dobogót elérte, magasabb szintre is léphet. Ezen kívül megrendezésre kerülnek európai bajnokságok és világbajnokságok is tulajdonképpen, tehát van olyan perspektíva a szakmát választó fiatalok előtt, hogy akár országos, európai vagy világviszonylatban is be tudjanak kerülni a szakmájuknak az élvonalába és tulajdonképpen ennek az egésznek a keringésével. A Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara karolta fel a megyei elődöntők lebonyolítását. Az ő céljuk az, hogy belföldön tartsák a legkiválóbb szakmunkásokat, és hogy népszerűsítsék a 20 hiány szakmát megyénkben is. Ilyen például az ács, az eladó, a női szabó, de még kertészből is kevés van. A versenyzők között is voltak olyanok, akik épp az országos hiányszakmák valamelyikében képeztetik magukat, viszont többük biztosan nem maradna itthon. Szeretnék kimenni dolgozni is, vagy tanulni, majd látom még. Nyelvtudásomat kell még gyarapítani ahhoz, hogy ez lehetséges legyen. A szakmunkások bére az idén sem nőtt számottevően. Tavaly döntött arról a kormány, hogy a minimálbér az idén bruttó 111 ezer forint legyen. A szakszervezetek szerint ez továbbra is messze van a megélhetési minimumtól.